Szlagembertársak, az, amit úgy hívnak, hogy HARP, megmondom őszintén, nem igazán tudom, hogy mi az. Hallottam többször én is erről, és hallom, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy a HARP-al idézik ezt elő. Ezt a jelenséget, az, hogy ilyen sok természeti katasztrófa van. Viszont kaptam egy egyértelmű kijelentést a mindenható Istentől. És teljesen rendben van, hogyha valaki ezt nem tudja elfogadni, senkivel nem fogok én vitázni. A kijelentés az, hogy hazugság, amit mondanak egyesek, miszerint ezeket a természeti katasztrófákat emberek idézik elő, és mindig úgy fogalmaznak, hogy ők csinálják, hogy itt tart a technológia, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És nem veszik észre az emberek, hogy mit csinálnak. Bárki felteti a kérdést, hogy mi alapján mondom azt, hogy ez, amit mondanak, hogy a HARP-al idézik ezt elő, ami most történik a világban, hogy ez hazugság és összeesküvés elmélet. Hisz én meg sem vizsgáltam, és igaz, elmondom már a videó elején, hogy én ezt meg sem vizsgáltam. Tehát nem vizsgáltam meg, nem jártam, nem googleztem utána, mert hogy igazából senki nem vizsgálta meg a HARP-ot, ezt a jelenséget, vagy ezt a fogalmat, hanem mindenki googlezett, és mindenki nézett a különböző dokumentumfilmeket. Tehát dokumentálódott az internetről. Így van-e? Tehát nem igaz, hogy valaki ezt bárki is megvizsgálta volna, hanem az embereknek a fejében el van ültetve az, hogy a HARP okozza a természeti katasztrófákat. És igen, én sem vizsgálhattam meg jobban, mint bárki más. Megtehettem volna azt, hogy én is utána googlezzek és megnézek több ilyen dokumentumfilmet, összeesküvési elméletet a HARP-ról, de nem tettem meg. És el fogom mondani, hogy miért nem tettem meg. Azért, drága embertársak, mert épp ez a csapda az egészben, hogy nézz utána, hogy ez mi az, és amikor utána néztél, már belementél az ő játszmájukba. Ez a csapda. Épp ezt akarják, hogy nézz utána, mert amikor utána nézel, és amit találhatsz, az is idézőjelben mondom, általuk van eléd téve, hogy te hidd azt, amit ők akarnak, hogy higgy. Tehát légy tájékozott, ezt mondják. Legyél informált, és legyél tájékozott. De honnét? Milyen forrásból? A főáramú médiából, az alternatív médiából, az összeesküvés elméletekből. És a három ugyanaz. Többször beszéltem erről, drága embertársak. A három ugyanaz. A forrás legalábbis mind a háromnak ugyanaz. A főáramú médiának, az összeesküvési elméleteknek és az alternatív médiának a forrása ugyanaz, és a célja is ugyanaz. És a célja nem más, mint röviden fogalmazom mostan, hogy aki megértheti valahogy kapja a lényeget. A célja az, hogy fordítsd rá a figyelmedet arra, ami kint történik, és ami ugye, hát valamilyen mértékben igen, emberek által van előidézve. Legalábbis a hírek, azok mindenképp emberek által vannak előidézve. A történtek véleményezése az emberek által van előidézve. És ez a cél, hogy fordítsd rájuk a figyelmet. Mert amikor elkapták a figyelmet, akkor kész, neked annyi. Neked befellegzett. És ez a lényege a médiának, az alternatív médiának és az összeesküvés elméleteknek. Ugyanaz a forrás, akiket nem tud csapdába csalni, csapdába ejteni, kelepcével csalni, a főáramú média, azoknak a figyelmét megragadja az alternatív média. És akiket nem tud az alternatív média, bár az összeesküvés elmélet is alternatív média, de igen, vannak, tehát van lejjebb és még lejjebb és még lejjebb. Az alternatív médián belül, az összeesküvés elméleteken belül. De a lényege az, hogy akit nem tudott megragadni, úgymond a zeitgeist, ugye, most fogalmazzuk intelligensen, a kor szelleme, vagy az ördög, vagy a fenevad, akiket nem tudott megragadni a főáramú média által, azokat meg fogja ragadni az alternatív média által. És az összeesküvés elméletek által. És egyszerűen le vagyok döbbenve, hogy egyszerű emberek, akik korábban tényleg tisztességes, egyszerű emberek voltak, olyan tudálékosok lettek, ők már mindent tudnak. Jaj, ezt a HARP-ot csinálják. Ja, a technológia már itt tart. Emberek, ügyeljetek, nagyon veszélyes, betetés az egész.
De hogy mondhatok én ilyent, hogyha nem vizsgáltam meg? És hangsúlyozom, te sem vizsgáltad meg, de csak azt hiszed, hogy megvizsgáltad. Mert te az, hogy amit te megvizsgálásnak nevezel, az nem megvizsgálás volt, hanem googlezés és az interneten való szörfözés. Legyünk őszinték, ezt senki nem vizsgálta meg, hogy ez valóban valami hárp okozza? Valami hárpféle jelenség emberek által, tudomány által kreált jelenség okozza? Vagy pedig valami más okozza? De mi más okozhatná? Tehát hangsúlyozom, te sem vizsgáltad meg. Te csak googleztél, interneteztél és videóztál az interneten. Ezt én is megtehettem volna. De őszintén szólva nem tettem meg, és nem azért, mert jobb vagyok, mint te. Hangsúlyozom, ügyeljetek! Engemet senki ne vádoljon jogtalanul. Ha vádolsz, akkor vádolj jogosan. A bűneim miatt, ha úgy tetszik. Nem vagyok különb, mint te. Én is csapdába estem. Nagyon sok összeesküvés elméletbe én is beleestem. És igen, az elején azt hittem, hogy jaj, ezek ottan, oda, átottan azok a büdös amerikaiak, meg a bankárok, meg nem tudom én mi. Ők csinálják. Meg az UFO-k, meg nem tudom én ki. Én is beleestem, tehát én sem vagyok kivétel. Én most nem úgy beszélek, mint egy zseni, aki mindent átlátott első perctől, hanem úgy beszélek, mint egy nyomorult, aki ugyanúgy meg lett mérgezve, mint te, a hazug információk által, összeesküvési elméletek által, úgy beszélek, és akit a jóságos Isten megmentett, az ő kegyelme megmentett, a Krisztus szava által, a Jézus Krisztus szava által, megnyitotta a szemeimet, hogy lássam, hogy mi a valóság és mi az igazság, tudja különbséget tenni. És nem azt mondom, hogy tisztán látok, de amit látok, azt elmondom és megosztom embertársaimmal, hogy minél többen kapjanak esélyt, hogy kiszabaduljanak a sátán médiájának a börtönéből. Az alternatív média, a főáramú média és az összeesküvés elmélet börtönéből. Ez mind a fenevad képe, drága emberek. A média a fenevad képe, az alternatív média, az összeesküvés elméletek, ugyanúgy a fenevad képe, ahogy mondja Jézus Krisztus a Jelenések könyvében. Nincs kivétel. Mi azt hisszük, hogy kivétel. Az alternatív, nem, ugyanaz, a forrás ugyanaz. És akkor most elmondom, hogy miből gondolom azt, hogy a hárp, ez az egész elmélet, hogy a hárppal okozzák ezt a globális felmelegedést, meg a viharokat, meg a szeleket, meg nem tudom én mit. Miből tudom, hogy ez hazugság, teljes meggyőződésem, hogy hazugság, és összeesküvés elmélet. Mert ők azt akarják, az előbb mondtam, hogy te menjél bele, hogy nézz utána. De amikor utána nézel, akkor már azt az információt fogod kapni, amit ők mondnak neked, és meg vagy mérgezve. Az agyad meg van mérgezve, és a lelked meg van mérgezve. Ez a csapda, hogy nézz utána. Istenem. Miből tudom azt, hogy tényleg egy, tehát ahogy mondja Jézus, a fenevad nagyokat mondó szája, elhitető szája, elhitette a föld kerekségét, az embereket minden a nyugaton és keleten, a főáramú médiával és az alternatív médiával, elhitette őket. De miből tudom, azt mondja Jézus, hogy a gyümölcsét vizsgál meg, nem azt mondta, hogy googlezzek. Az érő Isten, ha valakinek még számít az ő szava, ő nem azt mondja, hogy ha hallod azt, hogy hárp, meg mit tudom én mi, akkor fogjál neki googlezni, és gyártsál te is elméleteket, és nézz utána a világhálón, a dokumentumfilmekben és az összeesküvés elméletek filmekben, nem ezt mondja mindenható Isten, hanem azt mondja Jézus szava által, akit szégyel Székelyföld és az egész Kárpát-medence, azt mondja, hogy vizsgáld meg a gyümölcsét, és meg fogod tudni, hogy milyen a forrás. Na most akkor nézzük meg, hogy az az elmélet, mi szerint ezt a technológiával okozzák, az antennákkal okozzák, különböző, mit tudom, 5G, 28G, teljesen mindegy, milyen antennákkal okozzák, a technológiával okozzák, meg sugárzással, meg mit tudom én mi, hogy ez igaz vagy hamis. Megnézem a gyümölcsét, mit szül. Mit szül? Ez az elmélet. És azt látom, és azért fontos beszéljek, mert azt láthatom, hogy a kiáltó szón is, tehát a Facebook oldalon
Sokan kommentelnek, jaj, itt tart a technológia, meg a hard, meg a mit tudom, nem emberek, hazugság. Tehát legalább azok, akik a kiáltó szót hallgatgatják, vagy kaptak általunk bizonságot az élő Isten létezéséről, azok figyelmét szeretné felhívni arra, hogy ügyeljetek meg, hazugság, csapda, nagyon veszélyes csapda. Mert nézzük meg a gyümölcsét, akik hisznek abban, hogy a hárpal okozzák mindezt. Milyennek a gyümölcse? Hát az, hogy akik úgy gondolják, hogy a hárpal emberek idézték elő, az illumináti meg a szabad könyvesek, ezek az emberek mit csinálnak? Hát hárítanak. Hárítanak. Ők azok, ők a hibások. Tehát ez a gyümölcse, röviden és tömören. Ennek a teóriának a gyümölcse a hárítás. Nem a bűnbánat, nem a szembesülés, nem az őszinte lelkiismeret vizsgálat, vagy fohászkodás Istenhez, hogy megnyissa a szemeinket, hanem a folyamatos hárítás. Tehát visszakerülünk az Édenkertbe, Ádámhoz és Évához. Ugyanaz, ez a gyümölcse. Ebből tudom, hogy hazugság, és nem kell megvizsgáljam emberek, mert hogyha meg akarnám vizsgálni, sosem érnék a végére. Ennek nincsen vége, emberek. Hát ez a csapda, a pokolnak nincsen vége lefelé. Tehát süllyedni lehet a végtelenségig, emberek, a hazug elméletekkel. Érthető, amit mondok? Ez az egyszerű bizonyíték, de mindjárt mondom tovább, van több is. De vizsgáltok meg a gyümölcsét, hogy nézd meg, az az ember, aki úgy gondolja, hogy ezt az illumináti, meg az UFO-k, meg a nem tudom én, a NASA, meg nem tudom én, ki idézte elő. Nekik mi a gyümölcsük? Az, hogy akár nyilvánosan Isten és emberek előtt megvallják a saját bűneiket? Ez a gyümölcse? Vagy pedig az, hogy még mindig hárítanak? És én azt látom, drága embertársak, hogy akik hisznek ezekben az elméletekben, mint ahogy én is, amikor hittem bizonyos hazug elméletekben, mert mindenki hazug elméletekben hisz egyébként, aki az igazságot nem ismerte meg, a feltámadt Krisztust nem ismerte meg, mindenki emberi elméletekben hisz, főáramú, vagy fősodratú, vagy pedig alternatív, teljesen mindegy. Emberek, teljesen mindegy. Tehát akik hisznek ezekben az elméletekben, azok hárítanak a technológiára, az emberekre, az illuminátira, a dollárra, az UFO-kra, a földön kívüliekre, a harpra, a különböző sugárzásokra, és én is tettem ezt. Muszáj elmondjam, így tisztességes, hogy elmondom, hogy én is ezt tettem, nem vagyok külön, mint te. Én, mint bűnös ember, engemet is ugyanolyan könnyen meg lehetett téveszteni, mint téged és mindenki mást. Tehát a gyümölcse, hogyha megvizsgálom a gyümölcsét ennek, az engemet visszavisz az Édenkertbe, vissza a tudás fájához, az okoskodás, a kettőség, a kétség fájához, a hárítás fájához, a mások vádlásának a fájához. Na ezt teszi a HARP elmélet. Na de most elmondom a másik vetületét. Mostanig ugye kettő darab bizonyíték. Kettő lesz összesen. Talán több is lesz, de valamit elmondtam ugye, hogy a gyümölcs az a hárítás. Tehát az embereket továbbra is a bűnben tartja. Hogy még véletlenül se szembesüljenek azzal, hogy az ő lelkükben, az ő szívükben mi van. Hanem a büdös amcsik, a büdös UFO-k, meg a különböző elektromágneses sugárzás, meg a hőhullám, meg a mit tudom én mi, ez mind a HARP jelenség, a technológia. Az a gyümölcs a hárítás, ezt jól vésd be az agyadba valahogy, próbáld meg, mert Jézus ezt mondja, Isten, hogyha neked számít Jézus Krisztus szava, akkor ő ezt mondja, a gyümölcseiből lehet megismerni, hogy milyen jelenség, hova tartozik. És a gyümölcs az, amiben Ádám és Éva beleesett. A hárítás. A kígyó volt a hibás. Ádám volt a... Éva volt a hibás. Az asszony volt a hibás. És így tovább. És erről szól. Tehát ez az út a pokolba, drága emberek. Ez az út a pokolba. Nyújts ki a mutató ujjadat, és mutogass. És mész magas térdemeléssel rohansz a pokol irányába. Tudjál róla. És akkor elmondom a másik érvet, a másik indokot, annélkül,
annélkül, hogy utána néztem, hangsúlyozom, utána néztem volna a HARP jelenségnek, hogy mi az, hallottam. Ha csapot megengedem, ott is az folyik most már, drága emberek. Mert, és milyen érdekes, ami először volt az összeesküvés elméletekben, az bekerült az alternatív médiába később. Ami volt az alternatív médiába, az később bekerül a főáramú médiába. Hát nem egyértelmű emberek, hogy egytől fakadnak? Nem egyértelmű, dehogy is nem. Csak kérjünk látást a jóságos Istentől, mert ő adja mindenkinek, aki kívánja látni, hogy mi a valóság és mi az igazság. A következő indok. Figyelj meg, milyen durva. Nagyon egyszerű, brutális emberek, brutális. Amikor én azt mondom, hogy jaj, a technológia már itt tart, jaj, a HARP, jaj, a tudósok, hát akkor én mit csinálok? Hát én az embereket dicsőítem Isten helyett, még mindig. Elhitetem magammal és az embertársaim, hogy jaj, az emberek tudománya, az hol tart, meg a technológia, és még mindig az embereket dicsőítem. Nem emberek, a Biblia nem azt mondja, hogy a HARP okozza a természeti katasztrófákat, meg a viharokat, meg a tüzet, meg a földrengést, és az áradatokat, az áradásokat, a földindulást, hanem azt mondja, hogy Isten figyelmeztet. Ez az ő ítélete, és a külső világot addig fogja Isten pusztítani, rombolni, amíg egyesek ugye hozzáfordulnak, és megértik az igazságot, és szabad emberek lesznek, szabad lelkek lesznek, szabad gyermekek lesznek, és mások elpusztulnak. A Biblia ezt mondja. Az élő Isten szava ezt mondja, a proféták által, Jézus által, az apostolok által. Nem a HARP-ról beszél a Biblia, emberek. És akkor, amikor az ember azt mondja, hogy jaj, hát a földrengést, azt a HARP-al, meg nem tudom én mivel idézték elő, miért akarja ezt hinni az ember? Azért, mert hogyha ezt hiheti, akkor továbbra is az ő kezében van a kontroll. Jaj, hogyha emberek idézték elő, akkor nem kell más tenni, csak fel kell lázadni. És akkor mi emberek megállítjuk, nem fog semmit sem megállítani, hanem Isten fog téged megállítani. Először egy nagyon kemény betegséggel, nyomorúsággal, utána a halállal, utána a pokol tűzével, emberek. Emberek, ez nem játék. Ez nem játék. Féltően mondom, amit mondok. Ugyeljetek, mert be vagyunk etetve, a világ be van etetve, és igen, a médiáról már a HARP-ról nem beszélt Jézus. De a médiáról már beszél Jézus. Azt mondja, a fenevad, az emberek, a fenevad természetű ember által létrehozott rendszer, az a fenevad. Hát az Istentől elszakadt ember által létrehozott rendszer, az a fenevad. És annak a képe, annak a szája a média, a főáramú, alternatív és összeesküvése. Megkérlek szépen, hogyha valaki megérti ezt, majd mutassa meg embertársainak, hogy hát, ha még csak egy ember ébredjen fel még, csak egy ember meneküljön még meg a sötétségből, az alternatív média, a főáramú média sötétségéből. Csak kárhozattól, szó szerint a kárhozattól, mert ez oda fog vinni. És figyel meg, az összes show business, az összes műsor, meg hírek mind arról szólnak, hogy ki a hibás, mindenki mutogat mindenkire. Folyamatos hárítás, főáramú hárítás, alternatív hárítás, mindenfajta hárítás van. Csak nehogy az ember meglássa, mert amíg nem látod meg, hogy mi van a te szívedben, addig te a rendszernek a rabszolgája vagy, és a lelkedet szipolyozza a sátán. Érted a lényeget? Amíg te nem látod meg, hogy a te szívedben mi van, szívja a lelkedet a sátán, és abból él. Érthető? Ezért akarja, hogy háríts, ezért fecskendezi be a főáramú médiába, az alternatív médiába, az összeesküvés elméletekbe. Ezeket az információkat, hogy háríts, magadon kívül keresd a bűnöst. Tudjál arról az utolsó órában, de csupán a saját bűneiddel kell elszámolni. Nem a Bill Gates bűneivel, nem az Orbán Viktor és nem a Soros György bűneivel, hanem a saját bűneiddel. Ezt ne felejtsd el, ember. Tehát érthető, akkor, amikor azt mondom, hogy emberek idézték elő ezt a problémát, akkor én nem csak azt mondom, hogy emberek idézik elő ezt a problémát, hanem azt is mondom, hogy az emberek kezében van a megoldás, a kontroll. Hát ezt tett Ádám és Éva. Az összes elbukott ember ezt teszi, az saját kezébe veszi a kontrollt, az irányítást. Ez maga az elbukásnak az ismérve, kontrollmánia. Mindent irányítani akarunk,
Amikor Ádám elvette Évát feleségül, mert nekik feleség kellett és nem testvér, na akkor már mi történt? Kontrollmánia. Erről szó, drága embertársak. Féltőn mondom, nem lenézően, mert megvallottam nektek, hogy engemet is becsaptak, nem csak titeket. Isten nekem is megengedte, hogy legyek becsapva, hogyha nekem nem kell az ő szava, akkor kövessem emberek szavát. Engemet is becsaptak, és ő azt mondja a próféta által, hogy mindenkin átok van, aki embereket követ, emberek szavának kész. Alternatív emberek vagy főáramú média szava, teljesen mindegy, ha emberek szavában hiszel, átok alatt vagy te. Mert az azt jelenti, hogy nem vagy kapcsolatban az élő Isten lelkével. Nem kapsz tőle tanítást és kijelentéseket. Tehát az első dolog a gyümölcs, a hárítás, ugye? A gyümölcs, a hárítás. De egyértelmű, hogy hazugság. Mert a gyümölcse a hárítás. Nem a szembesülés a saját szíved tartalmával, hanem a hárítás. Ez a gyümölcs. Kettő, az emberi tudomány dicsőítése. Mert hogyha én azt mondom, hogy az emberi tudomány milyen brilliáns, milyen jó dolgot csinál, akkor is dicsőítem az ember tudományát. De hogyha azt mondom, hogy az ember tudománya, hogy mire képes, hogy a repülők, a szuperszonikus repülőgépek, s a hárp, s a hangok, s a infra, s az ultra, s nem tudom én milyen hangok, akkor is az embernek a tudományát dicsőítem, vagy a tudás faját dicsőítem, és átok alatt vagyok. Mindenki, aki hárpozik, drága emberek, átok alatt van. Annélkül, hogy tudna arról, a legtöbben nem tudják, hogy átkot vettek magukra, akkor, amikor belementek a hírek követésébe, az alternatív hírek követésébe, és úgy, mint keresztények ráadásul. Keresztények, hívő emberek. Nem tudják, hogy átkot vettek magukra. Átok van rajtuk, mert embereknek hisznek. Megmondó embereknek hisznek. És figyelmen kívül hagyják azt, amit mond az élő Isten. Mert ő ezt mondja. Isten ezt mondja. Ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit a nép összeesküvésnek mond. Ők el vannak tőlem szakítva, ők nem hallják az élet szavát, az igémet nem hallják. És ezért azt hiszik, hogy összeesküvés. Összeesküvésnek mondanak ők mindent, amit nem értenek. Jaj, csak a gonosz emberek, nem. A gonosz emberek az én szívemben vannak az összes emberek. Itt az én szívemben az összes. Érthető? Ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit a nép összeesküvésnek mond. És félelme szerint ne féljetek, és ne retegjetek, ti rám figyeljetek, akkor vagytok ti az én népem, az én gyermekeim, hogyha rám figyeltek. És én megnyugoszlak titeket, adom az én békességemet, lehet hárp, akármilyen probléma, háború, minden, ti nem kell féljetek. És mikor nem féltek, hogyha a tekintetetek rajtam van, azon, aki a vizen jár, a tengeren jár, és nem süllyed bele a népek tengerébe, a tömegszellembe, a tömeg tengerébe nem süllyed bele, a média által, az alternatív média által. Ti nem mondjátok összeesküvésnek, amit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy az emberek el fognak halni a félelem miatt. Na ez a másik gyümölcs. Ez a másik gyümölcs, a félelem. Az emberek el fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog. A félelem öli meg az embereket. Tessék gyümölcs, hárítás, félelem, rettegés, bizonytalanság, reménytelenség. Na ez ennek az információnak a gyümölcse. Én nem kell megvizsgáljam a hárpot a Google-ben, Google segítségével. Hogyha én Istennek a gyermeke vagyok, én nem kell megvizsgáljam a hárpot Google segítségével. Elég, hogyha megvizsgálom a hárpot az élő Isten szavának a segítségével. Gyümölcsöt nézem, mindenki hárít, mindenki mutogat, mindenki a gonoszt magán kívül keresi. Mindenki fél, mindenki retteg. És meg van telve gyűlölettel. Ölet. Meg van telve gyilkos lelkiséggel, lelkülettel. Ez a gyümölcse. Még van-e értelme tovább beszélni a hárpról, emberek? Őszintén. A sátán csapdája.
biblikusan fogalmazva a sátán csapdája. Az Istentől elszakadt embernek a gondolkodásának a gyümölcse. A tömegszellem, a lebutított tömegszellemnek a gyümölcse ez. Az egész hárp összes. Teljes meggyőződés van, hogy összeesküvés, drága emberek. Nincs semmi kétsége afelül, hogy összeesküvés. Mert nincs akkora hatalma az embernek, és Isten nem azt mondja, hogy az emberek persze közvetett módon, hangsúlyozom, közvetett módon az emberek teszik ezt. Olyan értelemben mondhatom, hogy az emberek teszik ezt, a természeti katasztrófát, hogy igen, a bennünk lévő háború, a szívünkben lévő vihar, a lelkünkben lévő vihar, a lelkünkben lévő gonoszság, na azt teszi ezt. De maga a törvény, az élő Isten, és ő engedi meg, hogy ez történjen. És most akkor ezt is elmondom, amit tegnap este kaptam, hogy miért engedi meg, és miért teszi Isten azt, hogy legyenek természeti katasztrófák. És egyszerűen lenyűgöz, drága emberek. Most is hallom, hogy mik történnek, és alig van emberi áldozat. Ennyire félti az élő Isten az embereket, és ennyire akarja, hogy megmeneküljenek. Alig van emberi áldozat. Egyre több van sajnos, de ahhoz képest, hogy mik történnek, alig van emberi áldozat, hogy minél több ember megmeneküljön. De mi továbbra is a média, alternatív média, megmondó emberek, influencerek, énekesek meg, popsztárok meg, mozi színészek szavára hallgatunk. El fogunk veszni. El fogsz veszni. Ha továbbra is emberek szavára hallgatsz, el fogsz veszni. Menthetetlenül el fogsz veszni. Nem csak a testet, a lelked is. Tudjál róla. Kaptam egy hatalmas kijelentést tegnap este a mindenható Istentől. Mert néztem, hogy mi történik, az elmúlt napokban is mi történt. És látjátok, ez most már mindenhol történik. Nem csak a Fidzsi-szigeteken, meg Új-Zélandon. Itt Romániában is történik, Magyarországon is történik. És ha valaki azt gondolja, hogy Kínában, ahol nagyon kemény katasztrófák történtek a Covid hazájában és Amerikában, hogy ők megérdemelték. Hogyha valaki azt gondolja, hogy ők bűnösebbek voltak, mint a magyarok és a székelyek, az ember téved. A sátán csapdájában van még mindig. Az ördög csapdájában vagy. Ha te azt hiszed, hogy a törökök, a kínaiak és az amerikaiak, ők többet érdemeltek a rosszból, nem? Nem ember. Nem ezt mondja Jézus. Hanem azt mondja, hogy nem voltak ők sem bűnösebbek, mint te, sőt, ha meg nem térsz, amíg hallod az élet hívó szavát. Őszintén meg nem vallod a bűneidet, be nem látod, meg nem vallod a bűneidet, te is menthetetlenül el fogsz veszni, mint ők. Ezt mondja az élő Isten. És féltőn mondja, figyelmeztet, hogy ne vesszél el. Nem azt akarja, hogy félj, hanem az, hogy vedd ilyettét a dolgoknak, és fordulj el az ostobaságtól, az emberek követésétől, a vallások követésétől, támadjon fel a lelked és élj. Mert annak az embernek, aki megmenekül, annak a félelem a barátja, és nem az ellensége. Akik az embereket akarják követni, az összeesküvési elméleteket, azok számára a félelem ellenség elpusztítja őket. De vannak emberek, akik amikor meglátják a valóságot és megijednek, azáltal menekülnek meg, hogy ilyettét veszik a dolgoknak, és megmenekülnek. A kijelentés, amit kaptam tegnap este, következő. Azért engedi meg, és teszi lehetővé a mindenható Isten a katasztrófákat globális szinten, hogy elkerüljük a legszörnyűbbet, amit mond Oppenheimer, hogy azt elkerüljük, hogy az ne kelljen megtörténjen. Azért vannak katasztrófák Romániában, Magyarországon, az egész világon, viszonylag nagyon kevés áldozattal, emberi áldozattal, hogy elkerüljük a legborzalmasabbat, a pokol tüzét, az atomháborút. Mert hogyha ezt meg tudná az ember állítani, a természeti katasztrófát, nem tudja megállítani, mert nem is ő csinálja,
a bűnével csinálja közvetett módon, ugye? Tehát közvetve csinálja az ember a katasztrófákat a bűnével, az istentelenséggel. Miért ilyen durva katasztrófák vannak éppen Szlovéniában például most? Azért, mert ő volt a kelet-európai, közép-európai országok közül, államok közül, akik a legjobban vonzódtak a nyugathoz, a földi mennyországhoz. Ők akarták a leginkább a földi mennyországot. Versenybe szálltak még Ausztriával is. És tessék, az infrastruktúra szét van ontva. Ripityára van törve, hogy hát, ha a lelkük megmenekülne. Mert nem az a baj, ha a házunk összeomlik, emberek. Azt mondja Jézus, hogyha az egyik karunk leszakad, vagy az egyik lábunk, vagy az egyik szemünk kifolyik, még akkor is megéri, csak a lelkünk meneküljön meg, mert jobb csonkán bemenni a mennyek országába, az életre, mint épp egészségesen, nagy gazdagságban, nagy házból, nagy birtokról egyenesen a gehenna tüzébe vettetni. Ezt mondja az Úristen, a Teremtőt, a mi atyánk. Ezt mondja Jézus által. És ezért mondtam, hogy vegyük észre, vedd észre, hogy az egész elbukott emberi világ, avagy sátáni világ, ördögi világ, mire épül? Az infrastruktúrára. Ha valaki akarja magát polgármesternek jelöltetni, azt mondja, hogy ha azt mondaná ő, hogy azzal kampányolna, hogy emberek, mostantól itt mindenkinek lesz igazi békessége, mert megtaláljuk az igazságot közösen, Istenhez fordulunk, az biztos senki nem választaná meg őt polgármesternek. Így van-e? Legyünk őszinték. Azt mondja, hogy jaj, az infrastruktúrát, pénzeket hívunk le az Unióból, ingyen pénzt, amiért a polgárok a lelkükkel fognak fizetni, mert az ingyen pénzért az emberek a lelkükkel fizetnek. Tudjátok ezt meg. Az atomháború elkerülése. Egészen pontosan lehet, hogy tévedek, mert itt nem arról van szó, hogy el fogja kerülni az emberiség az atomháborút, hanem lehet, hogy csak arról van szó, hogy elodázza az atomháborút. Miért? Azért, mert az Úristen figyelmeztetéseiből mi kaptunk olyan képeket is, amelyek hatalmas tüzet mutatnak. Olyan tüzet, mint egy ilyen tűzfelhő jön és mindenkit csontig éget. És ez megtörtént Hiroshima-ban és Nagasaki-ban. Akkor volt 2-3 atombomba a világon. Most már van több is, elvileg. De amíg omlik az infrastruktúra, a tömbházak összeomlanak, hogy értsük meg, hogy tudom, hogy hülyén hangzik, mert az agy nem fokatja fel, még ez is Isten szerelméből történik. Hogy összeomlik a házunk, az infrastruktúra, a gyárak összeomlanak, meg a hegycsúszomlás, meg hurikán, meg mit tudom, ez még mindig Isten kegyelméből történik. Mert hogyha ez történik, addig sem az amerikai, sem az orosz nem fog gondolkodni az atombombának a bevetésén. Mert hogyha egyik beveti, akkor beveti a másik is. Beveti Irán, Pakisztán, összes. És akkor vége. És amit mondott Oppenheimer, ő Isten lelke által szólt. Mióta van atombombák, azt mondja, a következő háború, mert a béke mostanig mesterségesen volt fenntartva, sosem volt béke, emberek. Ha lett volna béke, akkor az emberek nem vannak betegek, nem vannak rákosok. Valódi béke sosem volt. Mesterségesen volt a béke fenntartva, félelem által, hogy kirobban az atomháború. És mindenki kompromisszum, összeesküvés. Hol történik az igazi összeesküvés? Hát a parlamentben, Brüsszelben, Magyarországon, Amerikában és mindenhol. Na ott történik az összeesküvés. A valódi összeesküvés. Amikor emberi módszerrel akarunk mi békét teremteni, atombombával, és Isten ezt meg akarja akadályozni, hogy ne kelljen az atomnak robbannia, se Iránban, sem Japánban, sem Amerikában, sehol. De nagyon félő, drága embertársak, hogy a katasztrófákkal Isten az atombombát, az atombomba bevetését nem megakadályozza, hanem elodázza, hogy még néhány ember meneküljön meg. Tehát amikor viharok vannak, és hánykolódik a tenger, a népek tengere, és katasztrófák vannak, aközben emberek fordulnak Istenhez. Én ezt tudom. Tehát külsőképpen, amit látok, az borzalmas, mert omlik össze az élet látszólag. Abban a másik most is szelfizik, látjátok az arab.
Nincsen semmi probléma. Megvan a selfie. Tehát látszólag borzalmas dolgok történnek, de lelki szemekkel nézve, drága embertársak, lelkek menekülnek meg, mert Covid időszak alatt sok magyar fordult Istenhez. A mi szavunk által is, és mások szava által is. És a lelke biztonságban lett helyezve. Egyesek sajnos visszamentek a világba. Miután jött a biztonság, megint az álbiztonság, vakáció, korlátozások feloldása, Isten ezt is megengedte, hogy azok, akik nem hozzá tartoznak, menjenek vissza a világba. Menjenek vissza a világba. Érthető, amit mondok? Az egész arról szól, hogy az atombombát ne vessék be, vagy az legyen elodázva. És amit még láthattunk, és amit kaptunk a mindenható Isten kegyelméből, az az, hogy képletesen már nagyon sok, vagy bocsánat, nagyon kevés ember van világszerte, aki még megmenekülhet. Tehát, hogyha beszéltem a 144 ezerről, annak a jelentéséről, hogy az nem egy konkrét szám, exakt szám, hanem a 144 ezer, az a 12x12, 144, az ezer az sok, azt jelenti, hogy sok, rengeteg. Az én atyának a házában nagyon sok lakóhely van, mennyek országában nagyon sok lakóhely van, rengeteg van. A szám az azért van, az képletes, 12 nemzetség, ugye, zsidó nemzetség, 12 apostol. És a világ minden tájáról azok az emberek, akik Istenhez fordulnak, a Krisztus szavára, az a 144 ezer. Tehát, hogyha ez egy exakt szám volna, akkor a 144 ezerből már csak 4000 hiányzik. Tehát már nagyon kevés ember van, aki egy ilyen videó hatására is kíván őszintén Istenhez fordulni, hogy megmentse az ő életét, az ő lelkét. Forest Fire and Porpoise. A 144 ezernek a 4000. Hát, csupán egy töredéke a 144 ezernek. Csupán egy töredéke. 4000. From Spain's northeastern region of Catalonia worked with French counterparts as the blaze engulfed around 1000. Már nagyon kevés ember van, aki még meghallhatja az igazságot, az élő Isten hívó szavát. Nagyon kevés ember van sajnos. És amikor már mindenki hallottam, ezt mondta Jézus, hogy Isten országának ez az evangélium, ez az örömhíre, az egész világon hirdettetik, úton, útfélen, interneten is mindenhol, már nincs olyan része a világnak, ahol nem hallottak volna az evangéliumra. Mindenki kapott esélyt és lehetőséget, hogy hallja az örömhírt. És Isten országának ez az evangéliuma, mondja Jézus, mindenhol hirdetetik, és akkor következik be a vég. És igen, akkor bekövetkezhet az atombombával. Az atombombával. Hogy az angyalok úgymond azt adják a gonoszok szívére, a fáraók szívére, hogy vessék be az atombombát. És akkor lesz egy olyan brutális pusztulás, amilyen még nem volt. Amilyen még nem volt. De előtte csak ilyen enyhe katasztrófákkal, viszonylag enyhe katasztrófákkal, amikor az ember benne van, akkor borzalmas, de mégiscsak az kell mondani, hogy enyhe katasztrófával, Nagasakihoz és Hiroshimához képest enyhe katasztrófa. Egy híd összeomlik, egy tömbpád összeomlik, az utak összeomolnak, fölcsúszomlás. Enyhe katasztrófa, drága emberek. Az igazi katasztrófa az, amikor a lélek elvész, és nem csak a test fog égni a tűz által, hanem a lélek is örökön égni fog. Oldhatatlan tűzzel, ahogy mondja Jézus. Na, az a katasztrófa, nem az atomháború. Na, sajnos ennyi volt. Habár szerintem ez bőségesen elegendő, drága embertársak, mert ha valaki meghallhatta az élethívó szavát, a jóságos Istennek a hívó szavát, akkor ebből is meghallhatta. És aki ebből nem hallotta meg, az nem fogja meghallani. Hogyha holnap ilyenkorig beszélek egyfolytában, akkor sem fogja meghallani. Közben az áramot elvették, ugye? Talán még jelzés is, hogy álljak le, eleget mondtam, kész, ennyi. Több nem adatik, nem kell több. Nem kell több, talán túltoltam. Isten könyörüljön rajta. De ez a lényeg, drága embertársak, amit mondtam,
hogy a katasztrófák által az atomháború van elodázva. Nem biztos, hogy kiküszöbölve, sőt, picike az esély, elodázva, és a szám lassan kiteljesedett. A menthető lelkek száma, akik most itt ezen a földön menthetők, úgymond, akik még megszólíthatók, azoknak a számuk kiteljesedett. Betőtt, bétőtt az idő, emberek. Bétőtt az idő. És igencsak közel van a mennyek országa. Mert bár látszólag borzalmas idők vannak, ugye, hatalmas katasztrófák meg minden, tudom, hogy ennek hatására emberek még Istenhez fordulnak, akik menthetők, de sajnos az is igaz, amit mond Jézus a Jelenések könyvében, nem tudom pontosan melyik fejezetben, hogy egyesek még a katasztrófa után is, még a háború után is megkeményítik a szívüket, és továbbra is a kezeik, a saját kezeik csinálmányát fogják tisztelni. Továbbra is az infrastruktúrában fognak bízni. Azt fogják imádni, amit ők hoztak létre, és nem azt fogják tisztelni, amit a mindenható Isten teremtett. És azok mindenképp el kell vesszenek az oldhatatlan tűzbe, a rendszerrel együtt, ugye, a fenevad rendszerével együtt, annak prófétáival együtt, Bálámmal együtt, és Jézabellel, akik belecsábították az embereket a hazugságba, azokkal együtt az kénkővel égő tüzes tóba vettetnek. Ezt mondja Jézus, ez az ítélet, drága embertársak. Mert ahogy mondtam már korábban is, Isten nem akar csótányokat és zombikat tenyészteni a földön. Nincsen szükség lélektelen emberekre, mert az emberek Istennek a lelke nélkül pusztítják az életet. Ezért fogja Isten megengedni a tömegmészárlást, akár háború által, akár az atombomba által. És el fognak veszni azok, akik semmiképp nem akarták megismerni az élet forrását, és nem akartak megbékülni a teremtőjükkel. Sokan azok közül is, akik Istenhez fordultak, szintén meg fognak halni. Ez az igazság. De az ő szemük nem fog halált látni. Ezt mondja az élő Isten. Nem fog rothadást látni. Úgy fognak átmenni ebből a világba, ebből a világból a másik világba, hogy észre sem veszik. Ezt mutatta a jóságos Isten. Hogy akik őt ismerik, az ő gyermekei, az ő szemük nem kell borzalmakot, halált lássak. Csak olyan mértékben, amilyen mértékben szükséges még, hogy nehogy megkívánják a régit, mint a kutya a hányását, és visszamenjenek. Csak olyan mértékben engedi meg a magasságos Isten az ő gyermekeinek a borzalmak látását. Sajnos ez van ennyi, mert úgy érzem, a lelkemet kiprédikáltam tényleg, nem akarom túltolni. Aki megérthette, ossza meg ezt a videót. Felteszem a Facebookra is, a YouTube-on is ott hagyom. Nyugodtan osszátok meg, hát ha még néhány ember valamiképp megérintődik, és ilyettét veszi a dolgoknak, és nem emberekhez fordul, nem a médiához, nem az alternatív médiához, nem a HARP elméletekhez, nem az összeesküvés elméletekhez, hanem a magasságos Istenhez, aki meg fogja mutatni a valódi háborút, ami az ő szívében van, az ő lelkében van, és megbocsátja a bűneit, és eldobja azokat tőle, és megmossa őt, megfürözti, mint az anyuka az ő gyermekét, és meg fog menekülni. Ezért osszátok meg, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!